A pedagógusi állásokra meghirdetett versenyvizsgával és a véglegesítő vizsgával kapcsolatos tudnivalókról szervezett tájékoztatót a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Apácai Csere János Hargita megyei pedagógusok házával, valamint Hargita és Kovászna megye tanfelügyelőségével közösen. Az eseményhez személyesen, illetve online is kapcsolódhattak az érdeklődők. A fiatal pedagógusok részéről leggyakrabban elhangzó kérdések arra vonatkoznak, hogy hol vannak szabadállások és milyen módon lehet azokat megpályázni. A vonatkozó információk megtalálhatók a tanfelügyelőségek vagy a szaktárca oldalán. Hangzott el a beszélgetésen, de egy kis útbaigazítás segítheti az egyetem padjaiból kikerült munkavállalót. Kellenek azok az alapvető információk, amelyekből tudják, hogy mikor, hol, hová, mit kell leadni, hogyan kerül sor a vizsgára, van-e vizsgatanítás, ha van, akkor ezt honnan értesülnek, hogy ez mikor lesz. Tehát azok a kezdő lépések, amikor egy gyerek elkezd tanulni járni, és akkor kell még fogni a kezét. És gyakorlatilag erről szól ez az egész tevékenység. A tapasztalat cserén részletesen ismertették a tanfelügyelőségek által közzétett információkat, segítettek az eligazodásban. Kezdőpedagógusként szerintem abban nehéz, tehát az iskolák elhelyezkedésével kapcsolatban az nehéz, hogy nehéz helyet találni az adott, tehát a zónában, ahol lakok én is például. Én is felköltöztem a városba, és itt próbálok helyet találni. Viszont a tananyag elérésével kapcsolatban az nagyon szépen fel van tüntetve a tanfelügyelőségnek honlapján, mi kellenek a portfólióba is, azzal kapcsolatban is, hogy mit kell tanulni a vizsgára. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tagjainak rendszeresen szervez továbbképzéseket, ellátja őket a rendszerben való tájékozódáshoz szükséges információkkal.